ezek a reteszek, amik teljes mértékben lejártak. Még januárban jártunk ebben a szekszárdi sörözőben. Akkor 430 darab lejárt üdítőt számolt össze a tulajdonos, közel 130 ezer forint értékben. Azonban ez az összeg azóta csak emelkedett. Borza Emese azt mondja, a tartalékokból él, és közel 1 millió forinttól esik el havonta, úgy, hogy többek között bérleti díjat, rezsit és alkalmazottat is fizetnie kell. Megromlanak a készleteink, kivétel ugye a rövid italok és a szeszes italok. Sajnos az üdítőket nem tudtuk visszavételezni, nem tudták visszavételezni nekünk, így az sajnos megmaradt. A vendégeink napi vagy heti szinten kérdezősködnek, hogy mikor nyitunk, mi pedig otthon várjuk a csodát. Nekem is 14 emberem van, úgyhogy kicsit megtartottam mindenkit. Ez a dombóvári étterem hasonlóan az ország más vendéglátó egységeihez már hónapok óta zárva tart. Harmati Ákos tulajdonos 2 évvel ezelőtt nyitotta meg a bisztrót, 14 munkavállalóval dolgozik. Azt mondja, mint sok kollégája, ők is a fennmaradásért küzdenek. Ez a legrosszabb, ez a bizonytalanság, hogy nem tudjuk, hogy mikor és mit csinálhatunk, szóval meg van kötve a kezünk, de úgy gondolom, hogyha kinyithatunk, akkor hát akkor úgy gondolom, hogy bombarobbanás fog történni itt egész Dombóváron, vagy a környéken, vagy akármelyik étterembe, úgyhogy mindenkinek kitartást kívánok. A Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke szerint a kormányzati támogatások nem elegendőek ahhoz, hogy a turizmus vendéglátás szektor fent tudjon maradni. Ezért fontos, hogy minél előbb kinyithassanak a vállalkozások. Ennek megoldására tett javaslatot a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Véleményünk szerint bizonyos feltételek mellett a vendéglátás turizmusban is lehetne kezdeni a korlátozások előírásával és annak betartásával. Mi azt szeretnénk elérni, hogy azok, akik védettek, mint vendégek, azok igénybe vehessék a szektor szolgáltatásait. Fischer Sándor elmondta, ha májusig nem indul el a turizmus vendéglátás szektor, akkor menthetetlenül nagy kárt fog szenvedni az iparág.